Elvonna az M44-es út fejlesztésére szánt 2,5 milliárd forint felét a közlekedési minisztérium. A gyorsforgalmi út megépítése így éveket is csúszhat. A tervezett megszorítás miatt közösen tiltakoznak a kormánynál a Békés megyei fideszes és MSZP-s képviselők. Kondoros Tiszakürt, ez 63 kilométer, és minden lakott területet elkerül. Ezért mondtuk mi, hogy ez a legneuralgikusabb szakasz az egésznek. Kezdjük ezzel. Már ennek az első szakasznak a kivitelezése is veszélybe került. A kormány ugyanis az idei évre tervezett 2,5 milliárd forint útfejlesztési alapból 1,3 milliárdot készül elvonni, amivel még a térség szocialista képviselőit is meglepte. Ezért mondtam én azt, hogy a képviselőknek, elsősorban a kormánypártiaknak, hiszen közelebbről mi tudunk nyomást gyakorolni a kormányra, a kormányfőre, érjük el, hogy vonja vissza a közlekedési miniszter ezt a döntését, annál is inkább, mert a hibát ők követték el, mert az útpénztárt valószínűleg túltervezték kötelezettségvállalásban. Megyesi Péter akkori miniszterelnök 2002-ben Békés Csabán még azt ígérte, hogy 2006-ra elkészül a Kecskemétet és Békés Csabát összekötő gyorsforgalmi út. Azóta ez az időpont 2013-ra toródott, az első szakasz kivitelezését jövőre kellene megkezdeni. A szava hihetőségnek most már úgymond nem csak a nagy hazugságai derülnek ki a szocialista kormánynál, hanem az egyes települések, egyes térségeket is negatívan érintő kisebb hazugságok, de számunkra egy alapkérdésben való nagy csalódást jelent ez a döntés, és azt gondolom a befektetők ezt úgy fogják értékelni, hogy hát nem lett vonzóbb ettől a Békés-megye gazdaságilag. Mivel a gyorsforgalmi út késedelmes elkészítése komoly versenyhátrányba hozhatná a régió vállalkozóit, a fideszes vezetésű Békés-megyei közgyűlés most a helyi MSZP-s országgyűlési képviselőkkel összefogva készül nyomást gyakorolni a kormányra, hogy az elvonás ne valósuljon meg.